itt kezdődik, gyerekek. Igen, ezt kell majd. Itt kezdődik, bekognátok esetleg, és figyelnétek. Bizony nehéz fegyelmezni a diákokat az utolsó tanítási napon. Még akkor is, ha itt már tanulni sem kell. Sőt, gyereknapot tartanak a Hunyadi iskola alsó és felső tagozatán is. A diákok lelkesen meséltek a programokról. Hát, először is azért csináltuk ezt az akadályversenyt az első két órában, a hatodik és az ötödik évfolyamnak, mert a csapatszellem meg a csapatmunkát szeretnénk erősebbé tenni, hogy jó legyen a csapatmunkánk. És ennek érdekében milyen feladatok voltak? Hát, volt egy pár olyan találós kérdés, ilyen memóriaszerű, felfordítottuk a kártyát, és akkor mondani kellett, hogy milyen mese volt az, például a Hableány, akkor Pinoknio, meg ilyenek voltak még. Volt egy pár képfelismerő is, és így ennyi volt. A sorverseny számotokra mennyire volt nehéz? Milyen feladatok voltak? Hát, nehéznek nem volt annyira nehéz, de volt egy pár dolog, ami kifogott rajtunk. De nagy nehezen azt is meg tudtuk csinálni, és hát ennek ellenére elsők lettünk. Készültetek esetleg a mai napra? Otthon gyakoroltatok a sorversenyen? Hát nem nagyon gyakoroltunk, de ahhoz képest elég jó eredménnyel zártuk a napot. Milyen programok lesznek még a mai napon? Hát ugye a harmadik órában mindenki az osztályfőnökével volt, aztán ugye a negyedik órában szabad foglalkozásokat lehet választani. Igen, úgy mint? Hát például kísérletezés, aszfaltrajz, testnevelés óraféleség, és logikai játékok. Számodra melyik volt a legkedvezőbb? Hát én inkább a kísérletezést választottam, mert nekem az most így szimpatikusabb volt. Most akkor a következő kísérletet szeretném megmutatni, azt azért közben majd figyeljetek, hogy a történik talán. Hát jól van, jó? Nem, ők kimondottan sportversenyre készülnek. Mi ketten például a kísérletekre fogunk menni majd. Minket az jobban leköt. És mit fogtok kísérletezni? Na, ezt még nem tudjuk, mert erről még nem volt szó, csak annyit tudunk, hogy kísérletezés lesz. Néhány perccel a vakáció előtt azért a pedagógusok tréfásan megbosszulták, hogy néha bizony próbára tették idegeiket és tűrőképességüket a diákok. Eljött az a néhány másodperc, amit a diákok szeptember 1-e óta olyan nagyon vártak.